Most ebben a Szoboszlai Dominikról szinte minden nap lehet olvasni valamint, főleg mióta a harmadik percben gólt szerzett a Premier League-ben, így 12 év után újra magyarként. Úgyhogy nézzünk is egy ezzel kapcsolatos kérdést. Szia, Szoboszlai Dominik az m Sport cikkében megjelenő képen, ahol megérkezik a válogatotthoz, milyen órát visel? Szoboszlai Dominik korábban se vetette meg a drága órákat, ugye korábban többször is volt szó a smaragd zöld számlapos aranyszínű Rolex Daytonájáról, viszont most egy teljesen másik modellről van szó. Amit itt rajta látni, hát az egy Patek Philipp Aquanaut, 5167 r kötője 001-es, nagyon hangzatos névre hallgat, de ebből csak az derül ki, hogy ez bizony egy Aquanaut, ami egyébként rózsaszín aranyból készült, méghozzá 18 karátosból, és csoki színű a számlapja is, és a hozzátartozó szíja is egyébként. És bár simán elkérnek érte 30 millió forintot, úgy gondolom, hogy ezt senki sem sajnálja a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitányától.